Sziasztok, kedves nézők! Rég találkoztunk! Ne kéne vágatnom a hajamat. Na! Gondoltam, kis bejelentkezés, becsatlakozás lesz most. Nagyon fordulékonyak a dolgok mostanában. Az életemet tekintve meg... Hatos járőr vége. Itt hatos járőr vége. A Borotúta 18-nál láttunk egy lőfegyveres férfit. Maguk közel vannak, vége. És mit csináljunk? Vége. Kapják el azonnal, miért bajot okoznak. Személyleírás kérek, vége. Pontosabban? Magas szőkehajú, kb. 182 cm, 56 kg és nagyon vékony. Bűnözőről van szó? 40 van nála. Vége. De ismert bűnöző? Sokat csúcs meg Összlendőben. Az nem az erdőbeni? Ez egy másik erdő, az városi. Rendben, de mi csak úgy nem lövöldözhetünk, ugye azt tudod, vége. Nem mondtam, hogy lőjek, azt mondtam, hogy fegyverezzék le. Jó, de azt kéne szólnom a többi csapatnak. Ketten vannak a kocsiban. Jó, de hányan vannak? Egy, 182 cm magas, szőkehajú, vékony srác. És még? Ennyi, vége. De azt mondta, hogy ketten vannak a kocsiban. A társam elment ebédelni. Rángassa ki onnan, vége! Hát de hogyha nem tudom elérni? Menjen be utána, nem a kocsiba ül. Én a kocsiba vagyok, de a társam kiment ebédelni a kocsiból. Álljon ki a kocsiból, tata! 23 vagyok, vége. Ismét elvet kérem, vége. 23 éves vagyok, vége. Tehát, mit kellene csinálnom? Elkapni azt a fegyveres csávót, aki ott van, nem tudom már ott van-e még egyáltalán, vége. Meg kéne nézni, aztán utána értesíteni, vége. Azért maguk a járőr, bassza meg, vége. De most éppen ebédszünet van. Attól függetlenül még lehet probléma, vége. Látszik, hogy most kezdte ezt a szakmát, vége. Így van. Ezt jobb, ha ön is megtanulja, vége. És akkor most mi van? Semmi, megvárjuk az ebédszünetet, aztán becsörögünk a központba, aztán majd eldöntik, hogy mi lesz. A központból jelentkezem egyébként, vége. Ups. Tessék? Vége. Minek? Most kérdezem. Akkor várom az utasítást. Adják el azt a férfit, ott van, két sokkal tőlük, látom a GPS-en, hol vannak én. Jó, de elvárja tőlem, hogy egyedül menjek utána egy fegyveres emberhez? Magán egy fegyver van. Nincs fegyverem. Nem, közt is viselő maga. Hát olyan, hogy nincs nálam fegyver. Igen, én nem raktam le a fegyvervizsgát, én csak járőröző vagyok. A társamnál van fegyver, de jelenleg ebédel. Akkor most mit kell csinálnunk? Hát nézze meg, hogy a környéken van-e más járőr, és annak szólni. Mikor? Mondjuk most. Ahonnan? Igen. Nincs a közel másik járőr, ez a helyzet. Akkor most vagy vár 10 percet, vagy keres egy járőrt, vagy maga indul útnak, vége. Én miért indulok újra? Még én egy idén vagyok, egy beszélő, egy központi akviselő. Más ötletem nincs, vége. Én csak átadom az ötletet. Én megfogadtam és adtam egy javaslatot, vége. Mivel kapcsolatban? hogy kapják el azt a fegyveres őrt? Maga oda megy, fejbölöke paszta, vége. Ha ezt tenném, kirúgnának. Így ez azt a vége, így van. Vagy lehet, hogy fordítva lesz. Engem? Igen, mivel nem tudja megoldani a helyzetet. Kérem, figyeljen rá most. Nagyon jól figyeljen rá. Itt ülök bent a kapitányságon, egy kibaszott székben, egy képernyő mögött. Egy képernyő mögött! Szóval látja, már teljesen felizgattam a hülyeségeim miatt magát. Engem? Itt ülök. Nem tudok mit csinálni, méghozzá azért nem, mert maguk ott vannak, én itt vagyok. Már elmondtam az álláspontomat, vége. Magát neki fogja fogni, bassza meg. Most komolyan egy olyan helyről beszél, ahol igazából a rendőrök le vannak fizetve? Direkt? Mintha maga nem rendőr lenne. Nem, de tudom, hogy mi a pálya az őrsön. Magas az őrsös tartozik, nem 18. kerület. Így van, és? Nem le vagyok fizetve, de nem kell annyira komolyan venni a munkát, mint amennyien hiszik az emberek. Szóval ezért mennyit keres? Az nem magára tartozik. Egy munkakörünk van. Akkor tudnia kéne, mennyit keresek. Az volt a becsapós kérdés. Más valami? Nem szeretem ismételni magam. Én se, én is meg kell tennem magányosság, ugye? Mit tegyek? Ez van. Hát, de akkor majd beszélgetünk a bíróságon, faszfejkén. Először kapja el, amire kiszakosodott. Magam kell kapni a beütött pappának. Most ideges? És akkor mi van? Maga is fegyveres, nem? De én nem abban az utcán vagyok, hanem maga meg a fegyveres. Lehet, hogy nekem kéne bemenni az őrsre és onnan pampogni, míg maga a fegyverre járkál az utcán. Szívesen csinálni, csak nincs időnk rá. Hát szerintem megvan. Szerintem a kurva anyádat. Értem. Most erre mit feleljek? Magányos. Mi? Ismételje meg. Magányos vagyok. Magányos vagyok. Most valaki besatlakozott ide? Kérem. Központ. Bevallom, hogy én nem a központból hívom magát. Akkor honnan? Persze. De elcsatlakoztam a frekvenciáikra, és úgy döntöttem, hogy szórakozok egy kis rendőrséggel. De úgy látom, hogy nem könnyű ráadni ilyen dolgok. Most mit akar tenni? Mivel kapcsolatban? Hát elmondtam, hogy ki vagyok és mit akarok. Jó, ezt most vagy elhiszem, vagy nem. És mit szólna ahhoz, hogy elhinné? És mit szólna ahhoz, hogyha nem hinné be? Ugye tudja, hogy nem csak egy ember van rácsatlakozva erre a csatornára? Ez most komoly? Igen. Tudok én is, gyertőítő! Meg én is, meg én is! Maguk kik? Kik ezek? Miért maga olyan ostoba, hogy tényleg azt hitte, hogy csak egy ember van rácsatlakozva? Nem. Kb. 10 környezetünkben élő rendőr van rácsatlakozva a 2-es csatornára. Így van, jöttök én és a polgármester. Uram? Szóval igazából saját magadat csaptad be ezzel. Van pisztolyom. És mit érsz vele? Lelövök mindenkit. Mire ezt kimondod, addigra már 6 kommandós van feléd. Egyet nem látok még mégsem. Addig jársz jól. Komolyan elhiszik ezt az egészet. Szerintem te hiszed el, hogy kijutsz élve innen. Most is élek, később is fogom. Meglátjuk 10 perc múlva. Láttam, hogy maga nem fog semmit csinálni, nem mindig már létszínesem. És honnan tudja, hogy nem hívtam már erősítést? Honnan hallotta volna, maga idióta? Pontos közvetítés van közöttünk. Milyen? Folyamatosan beszélünk. És? És hallanám a hívnál rendőrséget. De ez gombnyomos beszélgetés, maga idióta baromállat, és egy kezem van. Vagyis 2 kezem van. Szóval hívta rendőröket, de maga is rendőröket, hogy szorossák magát. Mondom, erősítés, nem már... Szerintem jobban jár a kis szál. De valami nem veszem magát komolyan. Én nem veszem magát komolyan. De most egy ilyen szórakozáros férfi. Na jó, kezdem unni. Töltsd le demót. Mi? Töltsd le a demót. Ezt magyarázd meg, kérlek. Jó, de tegeződünk föl. Szóval akkor most mi a helyzet? Uram! Mi? Mit csinál maga? Maga skizofrén? Szeretné? Rendőr? Maga szeret engem? Maga veszi még ezt? Maga nem érti? Hiányzik nekem. Maga nekem hiányzik, és nem is. Miért hagyott hátra? Itt van. Bocsánatot kérek mindenért. Ne küldjön el, és kérem senkit, ne csúljon el. Figyelem magát már évek óta, mert szerelmes vagyok magába. Nagyon.